nagyon keményen védekeztünk, az a része nekem nagyon tetszett. Nyilván a védekezés inkább az akarat függvénye, a sok a támadás, a sok dobott pont, az pedig a forma. Nyilván a formát nem mostanra időzítettük, hanem ami nagyon fontos, ugye a 20. Trabzonspor elleni meccsre. Nagyon bízom benne, hogy teltházzal fogadjuk majd a törököket. Hatalmas lökést adhatna a csapatunknak, ugye ráadásul ez lesz az első meccs az egész szezonban hivatalos. Nagyon nagy szükségünk van a buzdításra, és nyilván nem csak erről a meccsről van szó, hanem szeretnénk, hogyha a régi hangulat uralkodna majd Szolnokon és a szolnoki hazai mérkőzéseken. Én azt gondolom, ahogy beszéltem itt egy-két szurkolóval, csapatszimpatizánssal, mindenki pozitívan és bizakodva várja ezt a szezont, ahogy mi is. Nekünk nagyon fontosak a szurkolók, mi személy szerint én és a vezetőség is úgy gondolom, hogy azt gondoljuk, hogy a kosárlabda az a játékosokról és a szurkolókról szól, nem az edzőről, nem a vezetőségről. Tehát akkor jó, hogyha a szurkoló boldog, a játékosok élvezik a játékot, és közönség szórakoztatóan játszanak.